Mozgalmas évadra tekinthet vissza a Paksi Amatőr Színjátszók csoportja. A már megszokott fellépéseik mellett az okulári projekthez csatlakozva december óta minden hónapban új darabot mutatott be a társulat. A napokban az évad záró előadást láthatta a nagy érdemű a Csengei Központ Színház termében. Add meg, mi a kezed, bőcsi? Azt hittem, nincs pénze. Nincs. Akkor vagyok szerte. A szervezők mindig három drámaírót kérnek föl, hogy írjanak egy 25 perces előadást a megadott témakörre. Amit mi most kihagytunk, és most itt az évadzáró felolvasó színházba elővettük, ez az ellenállás című témakör. Hát ebből mi két darabot vettünk ki, és hát egy nagyon régire nyúltunk vissza. 2014. decemberében volt az a bemutató, aminek Szerelemtelen volt a címe, és ott volt egy Csokoládé című darab, ami egy idős otthonban játszódik, és ez most jutalomjáték lesz, hiszen most más szereposztásba fogjuk előadni a paksi közönségnek. A társulat a közelmúltban részt vett, és jól szerepelt a szekszárdi színjátszó közösségek találkozóján. A vendégszereplések és az okulári projekt feszített tempóját egy felnőtt színjátszó csoport nehezen tudja követni, a lelkesedés mégis tovább segíti a csapatot. Ezeken az esteken nagyon-nagyon vegyes, hogy éppen ki az, aki eljön, és ki az, aki tud szerepelni a régiek közül is, és a maiak, mostani színjátszók közül is. De egyébként úgy általánosságban azt kell mondanom, hogy nagyon barátságosak, és nagyon közreműködőek, nagyon kedvesek, úgyhogy nagyon jó velük dolgozni. Természetes, hogy mivel mi amatőrök vagyunk, ezért a munkánk mellett kell beosztanunk az időnket. Ez okoz némi nehézséget, de ezek mellett is nagyon jól tudunk teljesíteni. A színjátszók művészeti vezetője szeretné átlépni a színház és a város határait, így a jövő évadban más településekre is elviszik a legérdekesebb darabokat. További tervek között szerepel még, hogy országos színjátszó találkozón is részt vegyen a társulat.